Hosszas elmélkedés és időhúzás után jutottunk el az ajtóhoz, de én úgy gondoltam, hogy előjáték gyanánt először csak egy szimpla, ilyen kétoldalas, ilyen megszokott, teljesen mezei, ilyen guruló, érzékelős ajtóval fogom kipróbálni, hogy vajon odacsuk-e, és hát odacsukott. Értetted? Valóban. De nem beszél. Jót kacagtunk az első kísérleten, és jöhetett is a második, az eredetileg kiszemelt ajtóval. Igen. Hát itt is megint csak hosszas időhúzás volt, kis bátortalanság, ami nem igaz. És végül beléptem oda, ahol az ajtó éppen ollóként elmetszeni a testemet. Azonban a biztonsági rendszer letiltott, és az ajtó megállt még mielőtt összeroppantotta volna törékeny kis testemet. Mi van? Felbátorodva ezen, bízva a modern technológiában, a biztonsági rendszerekben, elindultunk, hogy a Lurdi ház fő bejáratánál kíséreljen meg ugyanezt, ami egy kicsit balabbul, hogy mondják, balabbul sült el. Odaléptem az ajtóhoz, ugyebár már nem volt forgalom, mivel hogy este van, mert most közvetlenül ezután a kísérlet után vagyunk. Szóval odaléptem, egy piros villanás ugye jelezte, hogy az ajtó használatban van, és ezért begyorsul. Begyorsult az ajtó, és megindult felém határozottabban, és azon vettem észre magam, hogy hát igen, az ajtó nekem feszül, és odacsuk. Budai Ákos rekord kísérlete. Testvérben megállítja. Ez nem biztonságos. Oda csukott az ajtó, de aztán kiszabadítottam magam, és hosszas kacagások közepette hagytuk el a helyszínt.